Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és a Norwich ellen fogunk pályára lépni a Liga Kupa harmadik fordulójában. Na, úgy néz ki most a hónapunk, hogy van benne minden. Ugye egy vereséggel kezdtünk, az Everton ellen utána döntetlen a Real Madrid ellen, most pedig egy győzelem a Manchester City ellen. Úgyhogy most egy Norwich ellen ki tudja, mi fog jönni. Utána 3 nap pihi Brighton bajnoki, utána meg 2 nap pihi és Club Brugge bajnokok ligája. Srácok, van egy piros laposunk, Hummels, bár ő amúgy is nem is játszott volna, hiszen B-kerettel állunk fel. És egyébként az A és B-keretnek is a baloldali középpályása az sérült, ugye Zaha és Martinelli személyében. Sajnos. Na, hol van az a Lingard? Nagyon jó. Majd mindjárt még itt álligatunk. Oké. Hát, Sakát gondoltam ide bal oldalra, más ötletem nincs. Adama Traoré bemutatkozik. Bissouma az fáradt. Úgyhogy ide jöhet egy Guendouzi. Nagyon jó. És akkor meg is volnánk, ha minden igaz. Szalibát rakom ide. Nem tudom, szerintem másra nincs szükség. Ami problémás lesz, hogy elég sokan mínuszosok. Na mindegy. Ugye már próbálom a keretbe játszatni azokat is, már mint úgy, hogy nem csak csereként, hanem a kezdőcsapatba rakni, akiknek hasonló ratingje van, mint a kezdőjátékosoknak. Azért is van ennyire pluszba Lacazette, meg ugye ott lenne Bissouma is, csak ő most fáradt. Meg egy nagyon minimális van Torreira Chakának is, csak hát ettől még mínuszba vannak. Na, de kezdjük. A Norwich az 4-4-ben fog felállni, McGovern a kapuban, Norman, Zimmermann, Giku és Mumba. A védelemben Sørensen, Cantwell, Colish, Rupp, McLean és Hugill, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, pedig a csatár. Na, kezdjük, srácok! Ugye erre a második szezonra már a B-keretünk is azért jóval erősödött. Egyértelműen. Csak most az bántja a szememet, hogy mindenki ennyire mínuszos. Hogy őszinte legyek. Na, Norwich kezdi. Hajrá, srácok! McLean. Ja, közben tényleg Aubameyangunk fejlődött. Jó. Úgyhogy ő 84-es. Jó. Nagyon jó. Adama Traoré. Jajajajajaj. Gondolkodtam egyébként azon, hogy esetleg Nketiah kezdjen. Hiszen Lacazette is sokszor kezd amúgy is amott rendes meccseken. Na mindegy. Torreira, ujjajajaj. Bent lett tartva, nagyon király. Smith Rowe. Elképesztő nagy gól. Hú. Jézusom. Bellerin valahogy bent tartotta, Adama Traoré, Lacazette, és gyengébbik lábba Smith Rowe.
Vezetünk, srácok, a 9. percben. Nagyszerű. Nagyszerű. Csiku. Rupp. Azaz. Tavares király vagy. Úgy, ahogy kellett. McGovern. Lacazette próbálkozását hárította. Na nézzük a szögletet. Na, ó, még egy kicsit belebírtam volna kotorni, kapálózni, vagy valamit ott tenni. Csak a lényeg, hogy meglökni egy kicsit a labdát, az jó lett volna. Norman. Tomiasz, ugye erre. Ajaj. Hát nem hiszem el. Köszönjük. Hű, hát ez eléggé béna volt. Rupp. Jó, nincs gáz. Holding. Tavares. Pass. Jó. Na... csak szögletre jó. Na gyerünk. Ez kirúgás sajnos. Igen. Ajaj. McLean, nagyon oda kell figyelni. Nem, büntető azért nem kell. Aj, de jó, Chambers. Na. Azon nyomban villan a sárga. Egy sárga mezes játékosnak. Cseká, Torreira. Smith-Rowe. Nincs les. Nézzük a beadást. De, rövid is volt, de Lacazette is csak távolodott. Bekötőzték, ha jól láttam, a Sporit. Azaz. Nem tudom, miért neki ment. Sakát akartam. Ráadásul azért csak Sakát, mert nem is láttam, hogy ott van Tavares. Aj, Istenem. Hagyjuk is. Mindegy, végül is 1-0-ra vezetünk, tehát nincs baj. De azért, ha így folytatjuk, akkor lehet, hogy lesz, mondom én. Gyerünk már! Hú, az is milyen passz volt. Na, ez az. És védi meg Gover, nem hiszem el. Lacazette pedig akarja maga gólját, úgy látom. Hát megint Sakának jött ez a szöglet. Figyeljetek már oda. Váltaná arra, akire akarom? Cantwell. Jaj. Torreira. Kap már el. Így van, erről beszélek. Na, Lacazette. Mit csinálsz? Most komolyan most kell megcsérülni? Hát színészkedés, Pori. Ne vicceljünk már, hát most lett volna akkor a gól. Adama Traore gólja lett volna a bemutatkozó meccsén. Hihetetlen. Ilyenkor megállítani. Itt volt Torreirának a jó kis szerelése, igen. Tetszett. Istenem.
Hát most ezzel ki vagyunk segítve, hogy visszaadják. Oh. Végre egy kis fény csillant a játékunkba erre. Erre most azt se hagyják, hogy csillogjon tovább. Na. McLean a szögletnél. Fog mi? Jaj, de jó. Jó. Menjél. Fantasztikus. Jaj. Beleért vajon Ramsdale? Nézzük, nem, hál' Istennek. Kicsit rizikós volt. Nagyon jó. Na. Lehet nem is baj, hogy a védő beleért. Lefújja. Jól van. Gyenge játékkal egy 1-0-ás vezetéssel mehetünk a fél időre. Hát a sorsolásban kicsit gyengébb ellenfelet kaptunk volna, akkor lehet Enketia kezdett volna. Így viszont nem baj, hogy Lacazette van. Csatárcsere, úgy látom. Hűha. Ez sok eladott passz. Ajjajjajjajjaj. Zimmermann. Saka, gyere, ott a Mumba. McLean. De csak át oda. Úristen, Ramsdale. Hú. Rögtön a cserekin beálló friss ember próbálkozik már. Hű. Well, a successful player is always going to be linked with other clubs, and there seems to be more than a grain of truth to the rumor. Ez az. What do you make of it, Stuart? Adam Traoré. Hát ott nem volt valószínű, hogy Torreira fejelni fog. Ninjába felugrott valaki, Cantwell. Hűha. Gyerünk! Ez problémás. Nem adhatja tovább. Jajajajaj. Ramsdale. Van baj jelenleg, van baj. Második fél időben is uralják a játékot. A kanárik. Ajjajajaj. Hű, Chambers-től milyen rossz. Vagy hát én nyomtam. A gombot. Nagyon jó. Tavaresnek. Megy is. Dítanám Sakát. Az is úgy megy, ahogy kell. Na, ebből mi lesz? Kejfel! Aj, ne már! Gyerünk! Dur! Nem hiszem el. De szerintem Lacazette se hiszi el. Most pedig Tomiyasu nem hiszi el. Közben Salibát lehetett egy kicsit a padon látni. Ez pedig meggoverni. Ki jött is megszerezte. Kéz, ugye? Nem. Hát feltartás. Ez még nem szabálytalanság. Jaj. Ott mi van? Ha ez így bement volna, kicsit dühös lettem volna. Egy icipicit. Lacazette helyére jöhetne Enketia, de
Lacazette annyira gólt akarna lőni, én ezt annyira érzem. Hűha. Na mi legyen, srácok? Nem tudom, nem tudom. 62, 66, 67, 61, 60. Hát mindegy. Egyelőre marad így. Egy kicsit még. Gyerünk. Sørensen. Menjen már oda valaki. Hihetetlen, ami itt folyik. Úristen. De mindegy, elbírtuk vinni. Akár még jó is lehetett volna, de nem. Ajajajajajaj. Ebbe se bírtunk beleérni. Na, gyerünk már, srácok. Hű, mi van itt? Jó, most már cserélünk. Gyerünk már! Hú, de üldözik le a kazettet! Azt a mindenit. Lakazetnek meg kevés az energiája. Menjél! John McLean! Drágán ad az életed. Vagy még drágában, vagy annál is drágában. Azaz. Nem cseréltünk is, alig van hátra 10 perc. Nem! Hú, jó. Most már jönnek a cserék. Jó. És... Lingardka? Hogy Maitland Nice. Na, ez onszak a helyére. Hát nem tudom ott... Hogy játszana ott bal oldalt. 58, 58, 52. Szakával vannak ott gondok. Kirakjuk ide? Lingardot? Mínusz 3, így esetleg. Mínusz 2. Na gyerünk! Chambers a csapatkapitány, Jézusom! Lingard. Jaj, de jó! Lingard, les. Ja, szabad rugás. Ó, hát az nagyszerű. Az nagyszerű, bizony. Kenduzi? Hát nem igaz. Hűha. Tomiyasu, na ha behoztuk volna Maitland Nice-t. Egyértelmű lenne ez a versenyfutás. Genduzi gyorsabban. Ó. Cantwell. Ezt már ki kell bírni. Now, Zeke.
Jakob Sørensen. Jaj, jaj. On the attack in the closing phase. Sargent. No, 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 no. Nagyon jó. Lassú volt ez a versenyfutás az Lingard, aki egyébként bemutatkozik szintén. Tehát őt úgyis majd eladjuk, amint tudjuk. Nem, 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 nem. Jó, megvan. A cserék nem tudtak szinte hozzátenni semmit, de... De nem baj. Hát nyögvönyelősen meglett, ennél sokkal simább meccsre számítottam. Egyébként tudjátok, mit felejtettünk el? Megnézni, hogy... mikor végeztünk előző szezonnal, kik voltak a kiesők és kik voltak a feljutók. Just a couple of questions for you. Na, gyerünk. Ezekbe csak azért megyek bele, hogy a csapat morál nőjön. No further question. Thanks. Annyira unom már ugye azokat a kérdéseket. Holding. Átigazolási ajánlat. Benficától. Jó kis ajánlat, de... De... Köszönjük, nem? Hamarosan remélem fejlődni fog is. Még nagyobb lesz az értéke. Jó. Nézzük meg a... Ó, e-mail. Akkor előbb azt nézzük. Ideót kölcsön adtuk, vagy hát majd a kinyílik a... Januárban az átigazolási ablak. Na, rendes ákeret. Mindenki fit. Micsoda. Na. Védősrácok. 89, 89, 89. Hát nem tudom. Akkor Bellerin, Hummels, meg Tierney mondjuk. Nagyon jó. Próbáljuk már meg, hogy sikerüljön, komolyan mondom. Ødegaard, Partik. Busquets, akkor igen, Ødegaard is. Párti. Jó. Kik vannak még? Bissuma. Ajajajajajaj. Martinellit, vigyük őt. Nem, nem őt fogjuk. Csak a Genduzi. Jó. Csak ide megjöhetnek a támadásra, lövöldözésre emberek. Na nézzük akkor. Pepe. Aubameyang. Martinelli. Lacazette. Fantasztikus. Jaj. Lacazette-ünk fáradt. Aha. Akkor azon...
kicsit változtatunk. Nem. Enketia. Nagyszerű. Szimuláció. Szimuláció. Azt próbáljuk meg megcsinálni. Könyörgöm. Egyszerűen nem értem. Jó. Az miért nem jó? Azaz. Jó lesz, de ne gyere érte! Jó! Ez az. Ne pattanj le. Katasztrófa. Az jó. Az is jó. Ez nem tudom, miért nem jó. C. Újra. Jó. Jó. Eddig tökéletes. Eddig is. Húha. Valamiért jó. Ez miért nem volt jó? Azt szeretem, amikor úgy cseszem el, hogy igazából nem is csesztem el. Mert hát szerintem nem, mert nem értem, hogy mi volt a baj. Mondjuk az még nem jelenti azt, hogy nem volt baj. Na. Azaz. Hú, de király! Végre. Nem tudom, hogy csináltam meg, de meglett. És csak ez számít. Jaj. Jaj, vissza. Hiába BL lesz. Legerősebb kezdővel kell majd felállnunk szerintem. Jó, király. Martinelli is felépült. Nagyszerű, Peping fejlődött. Á, minden király. Ja, meg Aubameyangunk is. Jaj, de jó. Tökéletes. Jó. Na, srácok, ennyi lett volna már. Remélem, hogy tetszett, és innen fogunk legközelebb folytatni. Sziasztok!